Raklapok, kartondobozok, hullámpapírok, habszivacsok és a mindenki által jól ismert puki fólia. A Green Packaging Kft-nél jártunk, akik a csomagolás technika nagy ágyúi hazánkban. És ahogy a nevük is sugallja, igyekeznek minél zöldebb, környezettudatosabb csomagolásokat tervezni. Mi küldetésünknek érezzük azt, hogy környezetbarát csomagolásokkal lássuk el a környezetünket, illetve azokat a cégeket, akik velünk kapcsolatban állnak. Egyrésztről azért fontos ez, hogy visszaforgó, illetve lebomló csomagolásokat adjunk a vevőink számára. Másrésztről mi a tervezéssel próbálunk olyan megoldásokat kínálni, amelyek a csomagoló anyagok csökkentését célozzák meg a piacon. Tehát a cél, hogy minél kevesebb, minél többször felhasználható, és ha lehet, lebomló legyen a csomagoló anyag. Úgy, hogy közben nem veszít a funkciójából. Persze ez nem egyszerű kihívás, pláne hogy a vállalatokban sokszor csak az utolsó pillanatban tudatosul, hogy a terméket nem elég legyártani, csomagolni is kell. Nagyon sok esetben fordul elő az, hogy a vevőink elkészítik a terméküket, és amikor gyártásra kerül, akkor veszik észre, hogy csomagolást azt elfelejtették hozzá megtervezni. Ekkor jönnek hozzánk, és jobb esetben késztermékkel vagy modellel, 3D-s számítógépes modellel látnak el bennünket, amivel mi meg tudjuk tervezni a csomagolást, de nagyon jellemző az, hogy nagyon rövid határidővel kell dolgoznunk. De nézzük, milyen szempontokat kell figyelembe venni egy csomagolás megtervezésénél. Csomagolás tervezés során nagyon fontosak a termék különböző tulajdonságai, hogy milyen igényekre kell terveznünk a csomagolást. Ezek közé tartozik a termék súlya, mérete, kialakítása, milyen igénybevételnek kell megfelelni a különböző szállítási módok során. Nem mindegy, hogy csak egy raklapos gyűjtőforrozással szállítják a terméket, vagy pedig futásszolgálat is úgymond dobálja. Körülbelül 40 szempontot vesznek figyelembe, amik között még az is szerepel, hogy a raktárban milyen méretűek a polcok, vagy hogy honnan hová fogják szállítani a terméket, és milyen közlekedési eszközzel. Ez a termék egy terepjárónak a hangfala, egész pontosan egy csomagtartóba elhelyezkedő mélynyomó. És a képen látható megoldás egy konténeres gyűjtő szállításnak a megoldása. Egyszerű hullámpapír termék, összehajtható, amelyeknek előnye, hogy raklapon síkban szállítható, és a gyártósoron az operátor egyszerűen csak összeállítja, és már helyezi is a terméket a konténerbe. Ez a termék ez így néz ki, ugye így kerül szállításra, és a vevőnél hajtogatják össze, és akkor kerül bele a termék. Vannak ezek a fülek, amivel biztosításra kerül. Pozícióba tartsa, ne mozduljon el, és akkor utána helyezik bele a terméket. Így pedig már garantált, hogy a mélynyomók a szállítás során nem ütődnek össze, nem sérülnek meg. Az eddigi legnagyobb kihívásuk egy olyan nagyértékű elektromikroszkóp védőcsomagolásának megtervezése volt, ami már annyitól tönkre megy, ha az ember a kezébe veszi és megrázza picit. Látható, hogy a termék ezen a kicsi területen helyezkedik el, viszont nagyon-nagyon nagy érzékenységű, összesen 10G terhelés az, amit el tud viselni egy ejtés során ez a mikroszkóp, és ennek megfelelően került kialakítva a csomagolás. Különböző sűrűségű és típusú habok összmunkája az, ami megvédi ezt a terméket. Tehát ez itt a mikroszkópnak a helye, ez a pici. Tehát ide megy bele a mikroszkóp, és ekkorka az egész, egy másfél kilós szerkezet, és ilyen több komponensű habbal van védve. A gyorsulás és a lassulás fékezés ilyen erők ellen kellett elsősorban védeni, nem a külső mechanikai hatásoktól. És ezt a több komponensű uretánhab tudta biztosítani. Vaszkó Tibor szerint a jövő legnagyobb kihívása a kis csomagszállítás terjedése. Nem annyira jellemző ma már, hogy Európában komplett kamionok járják az utakat, és gyakorlatilag elosztóközpontokból, boltokból vásárolunk, hanem nagyon-nagyon sokat vásárolunk az interneten. Ugye ezeket kis csomagszállító futárok hozzák nagyon rövid határidőkkel, és így egyre több az olyan jellegű igénybevétel, ami az ejtéshez, rázkódáshoz kapcsolódik. Tehát egyre jobban jellemző az, hogy a termékeket
komoly védőcsomagolással kell ellátni, ami megvédi őt a szállítási láncban. Az állandóan változó kereskedelmi feltételek mellett is a green packaging jelmondata az, hogy ha a piacnak igénye van valamire, azt megoldják. Ráadásul a lehetőségekhez képest a leginkább környezettudatos módon.